ez az ösztöndíj egy olyan kaput nyit a világra, ami kapu egyébként zárva lenne előttünk. Az első dolog, ami a Fulbrightról mindig eszembe jut, lehet, hogy furcsán fog hangozni, de a hála. Életemben talán akkor volt először, hogy olyan közegben éltem, ami ennyire multinacionális lenne, ahol ennyiféle kultúra találkozik, és ahol ennyire tisztelettel tekintenek az emberek a másik kultúrájára, vallására, származására, ennyire nyitottak egymásra. Az a nívó, az a presztízs, amivel rendelkezik Amerikában, Nyugat-Európában ez az ösztöndíjprogram, az nyitja meg gyakorlatilag a kapukat. Egyértelműen mindent megkaptam, ami lehetséges. Tényleg a Fulbright úgy működött, úgy működik, mint egy család. Nincs is más program, ilyen jellegű program, amiről tudok. A Fulbright program az egyik legnagyobb nemzetközi oktatási csereprogram. Mára már több százezer résztvevőnek, diákoknak, oktatóknak, kutatóknak és középiskolai tanároknak adta meg a lehetőséget, hogy megismerjék egy másik ország politikai, gazdasági, oktatási és kulturális életét, alkalmuk legyen véleménycserére, szakmai és személyes fejlődésre. A program évente világszerte körülbelül 6000 új ösztöndíjat biztosít az érdeklődő pályázók számára, külön érdekessége, hogy minden művészeti ág és tudományterület felé nyitott. A Fulbright program névadója a néhai J. William Fulbright, amerikai szenátor 1946-ban terjesztette a kongresszus elé tervezetét. Fő célkitűzése volt, hogy így módon erősítse az Egyesült Államok és a más országok közötti kölcsönös megértést. A programot, mely kezdeményezésére elindult, nem csak Amerikában övezi megbecsülés. Későbbi Nobel-díjasok, miniszterek, államelnökök útját, fejlődését segítette. Hello, I'm Ambassador Kunalakis, the United States Ambassador to Hungary. On behalf of the United States government, I would like to congratulate the Hungarian-American Fulbright Commission on its 20th anniversary. In the United States, Hungary, and all over the world, the Fulbright program is synonymous with academic and professional excellence, dynamism, and leadership. Over the past 20 years, more than 1,200 Americans and Hungarians have taken part in this preeminent international educational exchange. During my time here in Hungary, I have been privileged to meet many of the Fulbright grantees, and I continue to be impressed by their work and the ways that they contribute to their host institutions and communities during their time abroad. Just as important, I have been impressed by the can-do spirit that they have brought back with them from the United States. I am pleased that we have a strong network of Fulbright alumni leading in many different fields, from education to academia to policymaking, the arts and sciences to civil society and the private sector. Today you will hear from several of our Fulbright alumni about the impact that their participation in the program had and continues to have on their lives. For anyone considering applying for a Fulbright grant or considering supporting the Fulbright Commission, I think you will find their stories inspiring. Once again, congratulations, Fulbright Hungary! Magyarország 1978-ban csatlakozott a Fulbright programhoz, miután a koronázási ékszerek hazakerültek, és a magyar-amerikai kapcsolatok kedvezően alakultak. A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottsága, Fulbright Commission 1992-ben kezdte meg működését. Amikor a program indult, akkor a primér kutatási, tanulási lehetőségeken túl egy nagyon fontos gondolat dominált, ez pedig az, hogyha egymást jobban ismerjük, akkor egymást jobban meg is értjük, és ilyen módon ez a folyamat segíti az egymás közötti hideg kapcsolatok építését, és ilyen módon a béke megőrzését, ápolását. Ez a küldetése a programnak, szerintem ameddig csak működni fog, mindig is egy fontos tulajdonsága lesz, és fontos tényező lesz. Én nagyon örömmel mondhatom, hogy ez a szellem, ez érvényesül a magyar-amerikai Fulbright ágban is. Brückner Huba a kezdetektől ügyvezető igazgatója a Magyarországi Fulbright Bizottságnak. ENSZ ösztöndíjasként megtapasztalta az Egyesült Államok adta előnyöket, szerencsésnek vallja magát, mert 20 éve közreműködhet abban, hogy mások is átélhetik ezt. Meghatározó élménye, hogy személyesen találkozhatott Fulbright szenátorral és Carter elnökkel.
A Magyarországi Fulbright Bizottság az ösztöndíj program mellett az Education USA tanulmányi tanácsadóközpontot is működteti, ahol az amerikai továbbtanulás iránt érdeklődőknek a széleskörű tájékoztatást. Emellett számítógépes tesztközpontot üzemeltet, ahol lehetőség van sokféle nemzetközi vizsga letételére, és együttműködik a volt ösztöndíjasokat tömörítő Magyarországi Fulbright Alumni Egyesülettel. Nagy Katalin a Szegedi Egyetem fogorvostudományi karának dékánja, tanszékvezető, egyetemi tanár. A Fulbright ösztöndíjjal a Sloan Kettering Cancer Centerben sajátította el, hogyan lehet művi anyagból pótolni hiányzó arcrészeket fej-nyak daganatos műtéten átesett pácienseken úgy, hogy azok újra teljes értékű életet élhessenek. Így 10 év távlatából visszagondolva most már egészen letisztázódott és letisztult bennem, hogy mi is volt ennek a 3 hónapnak az értelme és hozadéka. 2 részre választanám. Az egyik a szakmai rész, amiről már beszéltünk, és azt hiszem a legfontosabb, hogy ezeken a pácienseken megfelelő módon tudjunk segíteni. A másik dolog azonban, ami talán személyesen még nagyobb jelentőségű az én számomra, hogyha lehetek ennyire önző, az én épülésemben, karrieremben, személyiségváltozásomban ez rendkívül sokat jelentett. Én azt gondolom, hogy ma biztosan nem itt lennék, hogyha ez a 3 hónap nem sikerült volna akkor, vagy ha itt is lennék ilyen pozícióban, nem tudnám ilyen lelkesedéssel és ennyire pozitívan csinálni azt a munkát, amellyel minden nap szembesülök. Csanád Máté adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem atomfizikai tanszékén. Nagy energiás, nehéz ion fizikával foglalkozik. Dolgozott a CERN-ben található LHC gyorsítónál, tagja az itt folyó TOTEM kísérletnek. Fulbright ösztöndíja 9 hónapot töltött a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban a relativisztikus nehéz ion ütköztetőnél. Ezzel, hogy én ilyen hosszú időt kint tudtam lenni, igazán szervesen be tudtam kerülni a Phoenix együttműködésbe. Tehát ott ez egy nagyon nagy kísérleti együttműködés, ahol több százan dolgoznak, és ahhoz, hogy valakinek ott stabil helye legyen, ahhoz azért tudni kell róla sokat, ismerni kell a többieket, tudni kell, hogy milyen kutatások zajlanak, tehát az, hogy én ebbe bekerülhettem, az kizárólag, vagy hát lényegében ennek köszönhető. Frank Tibor az ELTE amerikanisztika tanszékének professzora, az Angol-Amerikai Intézet igazgatója, a történettudomány kandidátusa, az MTA doktora, a Magyar Fulbright Bizottság kuratóriumának volt elnöke. A Budapesten 1990-ben elindult amerikanisztika képzés egyik fő letéteményese. Még 1987-ben volt az ösztöndíja Santa Barbarában, ahol magyar és európai történelmet oktatott. Egyik meghatározó amerikai élménye a Magyar Tavasz Fesztivál megszervezése. Ez az én egész ottani működésemet ebbe a 3 satúba befogta, tehát a tanítás, ami a napi munkám volt, a kutatás, ami az ambícióm volt, hogy ebből előbb-utóbb tényleg egy komoly könyvet tudjak írni, ami hát végül sikerült, és ez a fesztivál, ami meg a Hungarian Spring volt a neve, 1991, a magyar tavasz. És ez valahogyan az én ottani utamnak a betetőzése lett, és tényleg az utolsó néhány hónapja az ott létemnek az ebben tetőzött, és hát én ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt sikerült megcsinálni. Fekete Gyula zeneszerző, egyetemi docens. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen hangszerelést és zeneszerzést, a Színház és Filmművészeti Egyetemen zeneelmélet és történet tárgyat oktat. Számos zenei díj kitüntetés tulajdonosa, legutóbbi immár 5. operája az Excelsior. 2-szer volt Fulbright ösztöndíjas, hallgatóként és oktatóként is járt Amerikában. Amikor kimentem az Egyesült Államokba, rájöttem, hogy a világ sokkal nagyobb, sokkal tágabb, mint amit mi itt ismerünk. A művészeti élet elfogadóbb, befogadóbb, nyitottabb, toleránsabb, többrétűbb, amit én itthon nem tapasztaltam, és még azóta is kicsit van ezzel problémám, hogy itthon egy kicsit zártak vagyunk. Szeretném hinni, hogy hoztam valamit ebből a szemléletből haza, a növendékeimnek szeretném ezt átadni, egyfajta nyitottságot, toleranciát, sokféleséget.
Erdélyiné Aradi Beáta a Cinkotai Szerbantal Gimnázium angol tanára, osztályfőnök. Egy tanévet töltött az Egyesült Államokban tanárként. Az itt elsajátított együttműködésen alapuló oktatási módszereit a diákok nagy lelkesedéssel fogadják, drámaórái különösen népszerűek. További szakmai fejlődése érdekében gondolkodik rajta, hogy másodszor is megpályázza a Fulbright ösztöndíjat. Szakmailag nagyon sok új módszert ismertem meg, és miután én nagyon régóta keresem az alternatív módszereket, mert szeretném a tanításomat érdekesebbé, a gyerekek számára izgalmasabbá tenni. A Fulbright egy év abban erősített meg, hogy jó úton járok. Igen, szükség van ezekre, ezek hatékonyak, és sok esetben sokkal több ismeretet tudok így közvetíteni, mintha csak elmondom az ismeretanyagot a gyerekek számára. Lackó József egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karán tanít. Fulbright ösztöndíjjal 3 hónapot töltött az Egyesült Államokban, kutatási területe az emberi mozgás idegi szabályozásának modellezése volt, melynek eredményei a mozgáshiányossággal rendelkező emberek rehabilitációjában nyújthatnak majd nagy segítséget. Ugye a Fulbright eszme az az, hogy különböző kultúrák cseréljenek tapasztalatot, ismerjék meg egymást. Most erre a legkiválóbb hely az New York City, tehát a New York város, ami tényleg egy kis területen a világ legkülönbözőbb részéről különböző kulturális és szakmai hátterű és nyelvű emberek élnek együtt, és segítik egymást a mindennapi életükben, ami egy kiváló példa lehet más helyeken is, Európában is akár. És ez úgy megfogja az embert, elfogadják, tehát olyannak, amilyen, és megpróbálják a legjobbat kihozni belőle, mindenkiből azt, amiben jó, és rájönnek, hogy ezzel mindenki nyer. Kirs Eszter a Miskolci Egyetem nemzetközi jogi tanszékén oktat és kutat, illetve az ENSZ egykori Jugoszlávia területén elkövetett emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi törvényszékén lát el jogászi teendőket. A nemzetközi humanitárius jog a nemzetközi büntetőjog területéről jelentek meg publikációi. Az ösztöndíjjal fél évet töltött New Yorkban. Amikor én New Yorkban kim voltam, akkor a holland kollega, aki meghívott engem a törvényszékhez az ő védelmi tímjében, ő már ismert engem korábbról, különböző akadémiai kutatóprogramokban dolgoztunk együtt. Viszont én azt gondolom, hogy nem véletlenül, hogy engem hívott fel, és ebben kiemelkedő jelentősége volt annak, hogy tudta, hogy Fulbright ösztöndíjjal vagyok New Yorkban, és hogy egy a területen működő NGO-nál dolgozom, és a Columbia Egyetemen kutatok, mert hogy nyugat-európai országokban, úgy mint Amerikában is hihetetlenül nagy presztízse van az ösztöndíjnak. Kálai Géza az ELTE angol-amerikai intézetének oktatója. Kutatási területei az irodalom és filozófia viszonya, Wittgenstein filozófiája, a reneszánsz és barokk angol irodalom. 95-ben, mint Fulbright ösztöndíjas a Harvardon tanult és kutatott, majd 2004-ben, újra Fulbrightosként, előadásokat tartott a Kalifornia Egyetem Santa Cruz-i kampuszán. Az első Fulbrightnak, ami 1995-ben volt, a doktori disszertációm volt az eredménye. Ezt Shakespeare és a nyelvfilozófia kapcsolatáról, különösen Wittgensteinról írtam. A másodiknak pedig ez a 3 könyv, ami itt van előttem. Ezekből az egyik filozófiai tanulmányokat tartalmaz, a másik irodalmi tanulmányokat, a harmadik pedig novellákat. De hát a család is rengeteget profitált abból, hogy ott volt. Ugye a feleségem is végig ott volt. Ő aztán beszállt egy kurzusba úgy, hogy úgynevezett sectionöket, vagyis anyagkövető szemináriumokat tartott. A gyerekek pedig jártak iskolába, és ők is nagyon sok barátot szereztek ott. Zoltainé Paprika Zita a Budapesti Corvinus Egyetem döntéselmélet tanszékének tanszékvezetője, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a döntéselmélet. Nívós szakmai lapokban publikál, nemzetközi konferenciák meghívott előadója. 10 hónapot töltött a Fulbright ösztöndíjjal Kaliforniában, ahová 14 éves fia is elkísérhette. A Fulbright kutatói ösztöndíj az egy kiváló lehetőség volt arra, hogy egy évig csak a kutatásra koncentráljak, és hát nagyon örültem, hogy elnyertem ezt az ösztöndíjat, és valóban szerintem egy nagyon izgalmas kutatási programot vittem végig, ami aztán megalapozta a habilitációmat.
aminek az eredményeképpen tavaly szeptember 1-én megkaptam az egyetemi tanári kinevezésemet. Úgyhogy a karrierem szempontjából azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt ez a kutatói ösztöndíj. Montreál László egyetemi adjunktus a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az ösztöndíj lehetőséget adott rá, hogy a doktori disszertációjához kutatásokat végezzen egyik fő érdeklődési területével, az emlékművekkel és a megemlékezés kultúrájával kapcsolatosan. A kutatás fókuszában a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz kötődő emlékművek álltak. A tanításomban itt Pilis-Csabán szinte nap mint nap tudom használni ezeket az élményeket. Az, hogy lehetőségem van tanítani vizuális kultúrát, illetve az amerikai kultúrával kapcsolatos speciális kollégiumszerű tantárgyakat, a San Francisco-i kintlétnek szinte minden percét tudom használni. A diákjaimnak nagyon sokszor hivatkozom San Francisco-ra, és ők ezt egyértelműen nagyon szeretik, hiszen ilyenkor test közelben tudják megtapasztalni azt, hogy a tanáruk tényleg ott járt, látta, érezte azokat a dolgokat, amikről beszél. Gerevics András szabadúszóíró, műfordító, három magyar és egy angol nyelvű verses kötet szerzője. Számos magyar és külföldi antológiába válogatták be írásait, több rövid film, művészi animációs film szerzője. A Szépírók Társaságának alelnöke. A Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően az Egyesült Államokban neves írókkal dolgozott együtt. Nekem nagyon pozitív élmény volt, hogy oda mentem, és minden jól sült el. Tehát egy csomó dolog, amitől féltem, az kiderült, hogy teljesen felesleges félelem volt, és én nagyon könnyen és gyorsan megtaláltam ott a helyemet. Nagyon szerettem ezt az egyetemet, tényleg hál' Istennek az ösztöndíjnak köszönhetően megvolt a lehetőségem arra, hogy mondjuk sokat utaztam is, tehát 12 hónapig voltam kín összesen, nagyon sokat jártam New Yorkba, voltam Bostonban is, Montrealban, San Franciscóban, Washington DC-ben. Életem legszabadabb másfél éve volt, és az egyetem tényleg megadta azt a lehetőséget, hogy a munkámra tudtam koncentrálni. Rengeteget olvastam, rengeteget írtam. Nagyon jól éreztem magamat. Amikor Amerikába kimentem, vagy lehetőségem volt ezt az ösztöndíjat eltölteni, akkor már voltam néhány országban, de a legnagyobb változás az én életemben, személyiségemben Amerikában történt. De nem is ez a jó szó, hogy én ezt kamatoztattam, hanem ebből élek. Azt a nyitottságot, azt a készséget, az újra, azt azért ott ismertem meg. Azt gondolom, hogy ez a jövő. Magyarország így fejlődhet tovább, hogy minél több ember jön haza a kinti élményekkel és kamatoztatja itthon ezeket az élményeket. Ez egy nagyon nagy privilégium, hogy valaki ezt elmondhatja magáról, hogy jó Fulbrightos, és biztos lehetünk benne, hogy ahogy ugye manapság mondják, hogy három kapcsolaton keresztül találunk egy másik Fulbrightos, tehát ez szerintem egy nagyon jó érzés. Azt hiszem, hogy soha nem lett volna a munkám ilyen, nem jutottam volna ide, hogyha nem lett volna ez az ösztöndíj. Nagyon sokat tanultam a szakmámról, és nagyon sokat tanultam önmagamról. Hát nekem nagyon-nagyon pozitív élmény volt Amerika, tehát hogy egy mondatban össze kéne foglalni a Fulbright élményemet, akkor tényleg nekem életem legszebb éve volt, tehát hogy ennyi lehetőség és egy ennyire jó ország. A Fulbright eszméről azt tudom mondani, hogy csere, gondolatcsere, szabadság, szakmai színvonal, öröm.